A tanügyi dolgozók 5 követeléssel fordultak a köztársasági parlamenthez és a kormányhoz. A szerbiai tanügyi dolgozók szakszervezeti uniójának elnöke emlékeztetett arra, hogy már évek óta ugyanazok a követeléseik, de továbbra sem fognak elállni tőlük. Az első ilyen, hogy csökkentsék a tanulók osztályonkénti létszámát. Már az elmúlt időszakban is követeltük a létszámcsökkentést, de a járvány alatt még jobban kitűnt, hogy túlságosan nagyok a tagozataink. A tanügyi dolgozók követelik továbbá a fizetési osztályok bevezetését, valamint hogy legyen tisztességes életük és fizetésük. Az állam ehhez nem jól viszonyul, mert hogyha több fizetést nyújtanak, akkor több fiatal itt maradna, több fiatal vállalna ezt a szakmát. Hogy ugyanolyan elbírálásban részesüljünk, mint a hasonló végzettségű kollégáink, hogy jobb felszerelést kapjanak az iskolák, aztán, hogy biztosítsák azért azt a megfelelő életformát, egy tisztességes életet, hogy mi is biztosíthassunk magunknak, a gyerekeinknek is. Mert hát ebből a fizetésből bizony nagyon nehezen tudunk. A tanügyi dolgozók nem vonják vissza azokat a feljelentéseket, amelyeket azért tettek, mert az állam nem törődött megfelelően velük. Követelik azt is, hogy minden gyerek számára legyen elérhető a minőségi oktatás. Mint ismeretes, Belgrádban táblagépeket osztogatnak a diákoknak. Én pedig felteszem a kérdést, mi van a Szerbia más térségeiben élő gyerekekkel? Üdvözöljük ezt az akciót, de nem szabad kihagyniuk a többieket sem. Ha már egy magasan központosított rendszert állítottak fel, akkor az ilyen intézkedések is vonatkozzanak egész Szerbiára. A szakszervezeti képviselők azt állítják, hogy a volt oktatási miniszter teljesen beszüntette a szociális dialógust, a jelenlegi pedig követi a példáját. Nem érdekli őket a tanügy, nem érdeklik őket a tanárok. Nem gondolkoznak azon, hogy az emberek többsége részt vesz az oktatásban, hogy ők is jártak iskolába. Az, hogy ilyen emberek vannak hatalmon, sajnos bizonyíték arra, hogy mi is tévedünk, mert mi tanítottuk őket is, és most ilyen személyek döntenek a mi jövőnkről. Minek nekünk egy olyan hatalom, amely nem akar művelt társadalmat? A műveltség az alapvető feltétele egy társadalom megmaradásának és fejlődésének, szögezte le Mrdak.